programzárási felkészítő konferenciát tartottak a norvég és EGT alappályázataiban résztvevőknek Miskolc-Tapolcán. A Norvégia, Izland és Liechtenstein által létrehozott finanszírozási mechanizmus segítségével 167 fő projektet sikerül majd befejezni 2018-ban hazánkban. Ezek olyan fejlesztések és beruházások, amelyekre legtöbb esetben más Európai Uniós forrást nem tudnak igényelni. A projekteket először a magyar költségvetés megelőlegezi, majd a három országtól visszaigényelhetőek az összegek, hangzott el a rendezvényen. Egy körülbelül 153 millió euró, tehát körülbelül ilyen 40-valahány milliárd forintról beszélünk, amely ugye jelentősen változik, hiszen az árfolyam változásból adódóan ezek az összegek napról napra eltérőek lehetnek, tehát pontos összeget majd csak a végén tudunk megállapítani, amikor ugye a donor támogatást visszaigényeljük. A két alap nagyjából fele-fele arányba adja ki ezt az összeget, és igazából ebben van egy 15%-os hazai társfinanszírozás. A jelenlegi 2009-2014-es programidőszak vége majd 2018-ban lesz. A projektek nagy részében norvég intézményekkel és szervezetekkel is együttműködtek a hazai pályázók. A norvég és az EGT alap célja ugyanis, hogy fejlesszék Magyarország és a támogató országok közötti kapcsolatot, illetve csökkentsék a gazdasági és szociális különbségeket. Ezek az alapok azon túlmenően, hogy teszem azt, Magyarország forrásokat kap, egyfajta a tudás vagy módszertani transferről is szó van, mint például a norvég alapban több támogatási terület is létezik. Van például zöld energiát támogató, van olyan, hogy kifejezetten geotermális energiás projekteket lehet támogatni, ugye ez az Izlandból származó tudás átadással is jár, hiszen Izlandnak ugye az energiaellátása 99%-a az geotermális energiából származik. A két alapban összesen 12 programterületet jelöltek ki, az egyik ilyen a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása. Ennek részeként helyreállítják majd az Ibrányi Fráter kúriát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajban. A beruházás célja a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése. A kúria felújítása a térség turisztikai versenyképességét is növeli majd. De a programterület célja volt a roma és nem roma kultúra közi kommunikáció. Ennek érdekében különböző rendezvényeket is szerveztek. Hallotta? Ez a Frenákpár társulat által elkészített táncművészeti előadás, illetve a Loli Zumi, ahol a megfelelő projektmenedzsmentnek köszönhetően több partnert is bevonva megfelelő színvonalú eseményeket, illetve táncos előadásokat tudnak összehozni, annak érdekében, hogy egy Csoda Bank nevű receptkönyvet összeírjanak a térségükben felelhető roma étel különlegességekről. Ezen a programterületen országos szinten 44 projektet fejeznek majd be 2018-ban. Ezekre a források 98%-át tudják majd lehívni, azaz körülbelül 3,5 milliárd forintot. A tervek szerint, ha a jelenlegi program lezárul, a következő időszakban a most megvalósult beruházásokat is folytathatják majd a pályázók.